Elérkezett a klímatisztítás ideje. A lakosság körében egyre inkább közkedvelt hűtési formának számít a fali klímák telepítése. A rendszeres és szakszerű karbantartás nem csak abban segít, hogy kórokozóktól mentes levegőt lélegezhessen be az ember, de a villanyszámlára is befolyással van. Székely Endre, klíma és hűtésszerelő elmondta, a legnagyobb kockázatot a nagy magasságban való szerelés rejti magában, de mellett az is nagyon fontos, hogy áramtalanítás nélkül nem szabad elkezdeni a készülékek szerelését. Elsődleges szempontból, egészségmegőrzési szempontból nagyon fontos a vegyszeres tisztítás, mert ahol kondenzvízlecsapódás történik, mint például a beltéri egységben, ahol van állóvíz, ott meg tud telepedni a gomba és a penisz. És hogyha ezt a beltéri egységben lévő ventilátor szétszórja, akkor az komoly egészségügyi kockázatot jelent a felhasználók számára. Fontos, hogy a karbantartás során klórmentes fertőtlenítő és gombaölőszert használjon a szakember, mert ezzel biztosítható a műanyag alkatrészek hosszabb élettartama. A karbantartást mindig szezon elején vagy szezononként kell végrehajtani. Hogyha a készülék csak hűtési üzemmódban van használva, azaz nyáron, akkor a hűtés kezdetekor, illetve hogyha van fűtésre is használva, akkor az ugye még egy szezonnak számít, ilyenkor a fűtési szezon kezdete előtt is érdemes elvégeztetni. A rendszeres karbantartás tehát az egészségmegőrzésen kívül abban is segítséget nyújt, hogy költséghatékonyan lehessen üzemeltetni a hűtő-fűtő berendezéseket.